Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Pákolic utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen sok érdekes felszerelést hoztak magukkal a sportolók. Természetesen azonnal elfogadtuk a meghívást, és igazándiból egy rövid fél órára jöttünk csak, hoztunk labdákat, csapkákat, hoztunk egy lövőfalat. Egy picit megpróbáljuk bemutatni a gyerekeknek azt, hogy a vízilabdások milyen labdával játszanak, hogy kell fölvenni a sapkát, hogy kell bekötni, hogy passzolnak, milyen az, ha eldobjanak egy labdát, milyen az, ha paszt kapnak. Hát nem feltétlenül a cél az, hogy a vízilabda irányába tereljük a gyerekeket, hanem talán egy picit a sport irányába, és ha a gyerekek maguktól csak elmennek focizni, futni, biciklizni, bármilyen olyan nem tévénézés, illetve számítógép nyomkodás a következmény, akkor már boldogok vagyunk, és örülünk, hogy úgy tűnik, hogy a gyerekek élvezik ezt a délelőttöt, hogy reméljük, hogy ennek lesz folytatása, és máskor is jöhetünk. Az óvodában fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a sportot, a mindennapos mozgást. A nyertes EFOP pályázat keretében korábban tartottak már egészségnapot, a mostani projektnapon a sporté volt a főszerep. A mai napot az egészségnap keretén belül rendeztük a gyerekeinek. Tudni kell, hogy az óvodánkban többnyire halmozottan hátrányos gyermekek járnak. Ezt az EFOF keretén belül nyertük meg ezt, ugye ezeket a pályázatokat, ami fő vonalunk ugye a mozgás, egészséges étrend, egészséges táplálkozás, ugye ami már volt pár évvel ezelőtt, mai napot csak a mozgásnak szenteltük, és így vettük fel a kapcsolatot a PVSK vízilabda csapattal. Volt már velük kapcsolatunk, egy éve már jöttek és hoztak nekünk ajándékba püssöket, és nagy örömmel fogadták ismét a felkérésünket, és most bemutatják azokat a felszereléseket, amiket ők használnak. Hívtunk még focistákat, karatésokat is, hogy tényleg ez a szülők bevonása is nagy örömmel szolgált, hogy ennyi szülő megjelent, és ők is csatlakoznak a programunkhoz. Hát, ha lesz lehetőség ezeknek a gyerekeknek is kitörni a szürke hétköznapokból. Nálunk nagyon fontos a sport, mert minden napi reggeli tornát tartunk, illetve a nap végét meditációval zárjuk, mert úgy gondoltuk a kollégáimmal együtt, hogy nagyon fontos a mai világban az a sok elektromos kütyű megjelentés, hogy nagyon föl vannak pörögve a gyerekek, hogy próbáljuk egy kicsit visszacsillapítani ezt a hiperaktivitást, ezt a kis túlmozgásukat, kicsit az elmét avval, hogy valamilyen szinten mozognak és egészségesen táplálkoznak, és le is csendesedünk, és akkor így kerek az egész. A PVSK meccsek fűszért vízilabdázói csaknem 10 éve gyűjtik a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen. De ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt a keleti városrész óvodáiba. A plüssgyűjtés az már hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza. Ugye volt ilyen időszak, amikor sajnos a Covid miatt nem tudtunk plüssöket gyűjteni, de hála az égnek tavaly is, illetve idén is már személyesen is fel tudjuk keresni majd az óvodákat. Minden évben igyekszünk olyan partnereket keresni, akik aktívan részt vesznek a plüssgyűjtésben. Korábban volt másik sportegyesület, volt már másik óvoda központ is, volt már általános iskola, most egy nagy magyar, talán mondhatom azt, hogy világhírű táplálék kiegészítőket gyártó cég az, aki az ügy mellé állt, illetve szokásosan Pécset hallható rádió az, aki támogat minket a gyűjtésben, illetve úszóiskolák szoktak. Tehát hála az égnek viszonylag nagy az összefogás a plüssgyűjtéssel kapcsolatban, amit mindig elmondunk, hogy nem csak összegyűjtjük és valahogy eljuttatjuk, hanem személyesen szoktuk kihozni 4-5 óvodába, és ha sikerül annyi plüss gyűjtenünk, akkor a többi óvodába pedig elküldjük a plüssöket. Most is úgy tervezzük, hogy december 16-án személyesen érkezünk majd 5 keleti városrészi óviba. És talán még az a különlegessége ennek a plüssgyűjtésnek, illetve magának az átadásnak is, hogy amit a gyerekek választanak maguknak plüssöket, azokat ők utána haza is vihetik. Tehát valóban valamilyen kis pici ajándékot kaphatnak karácsony előtt. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Hála az égnek a játékosok is, vagy szerencsénk van minden évben, hogy olyan csapatot sikerül összeraknunk, akik fontosnak érzik ezt az ügyet, vagy eltelik szeptembertől vagy augusztustól annyi idő, hogy ők is megérezzék azt, hogy ez egy fontos ügy, de a csapat is nagyon pozitívan áll hozzá, az óvodák is mindig nagyon örülnek, illetve tényleg mindig sikerül olyan támogatókat
az ügy mellé állítani, akik teljes mellszélességgel segítenek abban, hogy a lehető legtöbb plüss gyűjtsük össze. Idén 3 gyűjtőpontra lehet elvinni a plüssöket. A Pécsi Hullámfürdőben, a Belvárosi Bevásárlóközpontban és a Petőfi utca 45 szám alatti közösségi térben várják december 12-éig a lakossági felajánlásokat a vízilabdázók.